zacskós tej, skála áruház, hangalámondás, videomagnó, betárcsázós internet, floppy lemez, kacsamesék, oroszlaktanya, barkasz! 50 dolog jön a 90-es években, igazából 54, amire ha éltél, akkor azt fogod mondani, tényleg filmek, zenék, autók, ételek, reklámok, ruhák! Is everybody on the floor? Bom diggy 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 bong diggy bong. Ma belefulladsz a 90-es évekbe, öntöm rád a nosztalgiát! Videó tulajdonosok, figyelem! Tehát mindenki a seggén marad, az iroda leégett, papír nincs. Ha éltél, akkor ebbe bele fogsz borzongani. Szia, Kata vagyok. Van még egy Pepsi? Számológépes káziót hordtunk a csuklónkon, de még évekig zacskóból ittuk a kakaót. Akkor se állt meg sose. Ritkán, de még ma is lehet kapni. De az íze nem ugyan! De az íze nem olyan, mint régen. Nagyon köszönöm, igazán kedves. Ja. Üveges bolti lekvár. Jam! Kicsi, lapos dobozban, de nagyon szerettük a földi magyaros csokit. Még nem hívták retro édességek a kakasnyalókát. 90-es évek elején nem voltak ám még ásványvizek. Ha buborékos vizet akartál inni, szódás szifon, benne a szifon patron! Hol ebben van? Lapos tévé, sehol! Kézzel kapcsolgattad a fadobozos videótont. Ha kicsit luxusabb verzió, esetleg már kaptál hozzá távirányítót. ITT Nokia televízió Black Plenigon képcsővel. Kapható a Skála áruházakban és a színvonalas szaküzletekben. Nem CBA-k, hanem ABC plusz Centrum és Skála Coop áruházak voltak. Amit most fogsz látni, az sajnos duplán a múlté már. Még volt saját légitársaságunk. A hideg kiráz. Még sokáig használtunk ilyen karácsonyfaizzót, amiből, ha egy elromlott, az összes kialudt. Csavargattad órákig. Melyik lehet a rossz? 1990-re az ország lassan eszmélt fel egy rendszerváltásból. Igazából senki nem tudta, most mi van. Emelik a benzinárát. Most magyarázat nélkül. Nem az utakra költjük a többletjövedelmet, és a világpiaci árak mozgása sem indokolja. Mégis emelik. 3,50-nel a benzint, 4 forinttal a gázolajat. Sokan féltek az újtól, sokan hagyták volna a régi rendszer, de a nyugat és vele számos addig ismeretlen dolog megállíthatatlanul betört a határokon. Nem volt már a nagy testvér, a Szovjetunió, aki megmondta, mi hogyan legyen, emiatt felsőbb szinteken is elég nagy volt a bizonytalanság. De azért lassan valami elindult. Megjelent a VHS, a videókazetták és videomagnók, persze először csak egymás között cserégetett kalózfilmeket néztünk. De nem ám magyar szinkronnal. Hangalámondás! Ment az eredeti film, eredeti mondjuk angol hanggal, és fölötte a magyar szöveget, minden szereplő magyar szövegét, ugyanaz a fahangú, érzelemmentes faszi mondta fel. Nem ismered a sötét oldal hatalmát. I must obey. Engedelmeskednem kell a mesteremnek. Nem térek át, meg kell öljél. Az ilyen panelházak aljában, garázsokban nyíltak a videótékák. Az megvan, hogy büntetést kellett fizetned a kazettára, amit visszahoztál, hogyha nem tekerted az elejére? Mindig volt egy helyiség, amilyen műanyag függönnyel volt elválasztva. És ezen a helyen tudtad megtalálni olyan híres magyar filmsztárok kazettáit, mint Michel Wilde, meg Maja Gold. Persze, én nem tudom, csak mesélték.
10-20 év alatt megszokott piros kockás zsigulik a taxidrosztokon, 15 éves 123-as Mercedesekre cserélődtek, mely autók mindegyikének kötelező tartozéka volt, a fűzős műbőr kormányvédő, 8-11. És természetesen a Wunderbaum illatosító. Csak hogy láss egy kis kulisszák mögöttet is, ez igazi taxi embléma, de nekem nincsen belőle kettő, úgyhogy ezt tudod mi? Egy 1000 éves házimozi hangszóró, ráhúzva egy gumikesztyű. Akinek muszáj, annak muszáj. Bréko, bréko, Jóska, 23 vagyok, veszem a fuvart. 97-98-ra megjelentek a magyar fiúzenekarok, akik azért is lettek rendkívül sikeresek, mert nagyon illedelmesen tudtak például köszönni. Hello, hello, 1991-ben bejegyezték az első magyar doménnevet. Staki.hu, számítás technikai... A betű az valami, kutatóintézet. A Matáv hálózatán 95-ben megjelent a modemes internet. Ez persze először betárcsázós volt. Annyira az eleje volt még, ha egy darab fényképet le akartál tölteni, akkor ilyen 3-8 percet kellett várnod. És nem voltam még USB, meg pendrive, meg SSD háttértár. Floppy lemez! Ezen tároltuk az adatokat! 90-es években született meg Magyarország első mémje, ami tulajdonképpen egy videó, és amit a mérete miatt nem tudtunk még online, a neten elküldeni, hanem írott CD-ken cserélgettük, és adtuk át egymásnak. Biztos. Biztos jó munkás ember. A tanács, hogy mondjam magának, ezt az építményre megkapta a tanácstól az engedélyt, meg 300 ezer liter... 30 ezer. Vagy nem tudom. A 90-es években nem is ismertük azt a fogalmat, hogy hibrid meg elektromos autóbuszok. Ha tömegközlekedned kellett, nem is volt más választásod, mint az Icarus 260-as, 280-as modelljei. Szerintem mindenkinek van egy sztoria arról, amikor reggelente mentél a suliba, és vártad, hogy találkozzál a neked tetsző lányjal ugyanazon a járaton, és itt a csuklóban állva szemeztetek egymással. Állj, azok a sulis reggelek! És ha gyerekként rajongtál az Icarusokért, mint mondjuk én, akkor mindig ide a jobb első ülésbe ültél, hogyha lehetőség volt rá, hogy figyelni tudd a sofőrt, ahogy tekergeti ezt a bazinagy kormányt, nyomkodja a telitalpas gáz és fékpedált, de a legmenőbb cucc, amikor a megállóban az összes ajtót ki kellett nyitni, és így egy ujjal, egy mozdulattal, ilyen lazán, a világ legmenőbb embere volt. Hát figyelj, James Bond sehol nem volt! Bond. James Bond. Szerencse, hogy amerikai sztárok akkoriban nem nagyon jártak még Magyarországra, mert ha a 50 Cent pár éve kiakadt a negró cukorkán, akkor mit szóltak volna a néger csókhoz? Kérem a... Mit kér? Egy néger csókot. Bizony voltak még házi bulik, amiken ilyen piros-aranyas reszelt sajtos szendvicseket ehettél. Hódító útjára indult a Rotring ceruza. Ki emlékszik a nagyon menő négyszínes tollra? Az én általános iskolámban a 90-es évek végéig ilyen hangszóróból szólt a becsengetés. '89-ben megjelent első lemezükkel 90-91 környékére csúcsra jutott a három fiatal srác szintipop albuma, ők voltak a Bonanza Banzai. 90-91 környékén itt a lakótelepen bandák voltak, akik harcoltak egymással, köpködték meg, rugdalták egymást. Persze nem nyugati part, keleti part, East Coast, West Coast, hanem voltak a banzájosok, meg a depesesek. Ezek ki nem állhatták egymást. Banzájosok ákos frizurát viseltek, a depesesek meg bomber jackiben meg bakancsba jártak, speciál, én sose tudtam melyik, mert mindig mindegyik feketébe volt.
a Banzai 94-es feloszlását és a 94 novemberi búcsúkoncertet a mai napig sokan könnyes szemmel említik. Szóval ilyen erős hatása volt Kovács Ákosnak és csapatának az akkori tizenévesekre. Ákosról tudjuk, hogy a mai napig jelen van, csinálja a dalokat, készíti a lemezeit. Ő is akkor, a 90-es években indult. Azt mondják az elsősök. Cukik vagytok. Nem voltam még Xbox, meg PS, viszont kopotra nyomkodtuk a Tetris gombjait. Yeah! 1991-re az utolsó szovjet katona is elhagyta az országot, de még nagyon sokáig álltak az orosz laktanyák beláthatatlan magas betonfalai szöges dróttal a tetejükön. És persze mindegyiken ott volt a fényképezni tilos tábla. Hogy az a Balatonberényben napvilágot látott? Sikoltozásokba öltöztetett, ködmönbe bújtatott, részhasú, nagyfejű, szultán udvarát megjárt, csőszkunyhóban elrejtett, pikkelypáncélt hordó, fafogú részfűrésszel megsebzett, bronztérdű, repetsarkú, büdös szájú, ritkafogú, csempe szobában felneveltetett, mocskos, tetves, rabló marinéni! Puszticsot imádtuk a rádiőrmester szerepében, angyalbőrben, viszont a rendszerváltás utáni kisváros a maga rejtve elhelyezett reklámaival már nem volt ugyanaz. Amit most látsz, az egy 88-as adás, de ment még 92-ben is. A Magyar Televízió méltán híres betelefonálós játéka, amiben a főnyeremény a Keravil jóvoltából egy színes televízió. Hedvig 1. Nagyon jó, gratulálok. Még egy lövés és már egy 20%-os engedmény van. Hedvig 2. Süllyed, gratulálok, kérem szépen! Köszönöm szépen a játékot, boldog új esztendőt! Manapság a kisebb élelmiszerboltokba mivel hordják az árut? Ilyen Merci Sprinter, Citroen Jumper, de 30 évvel ezelőtt nem volt más kis áruszállító, mint a Barkasz! Persze túlzás, hogy nem volt más, hanem az ilyen kisebb, az elérhető áru kategóriájának volt a királya, a Barkasz, amivel egyébként Warburg motor volt, két ütemű, pöfögött össze-vissza, de nagyon sokféle változat létezett. Mint például ez, a dobozos áruszállító, de ebből volt teherautó verzió. Még azt hiszem, még talán autómentő is. Íme a sofőr fejedelmi kényelemmel rendelkező munkahelye, innen irányította a kétütemű motornak mind a, nem tudom, 30 lóerejét. Figyelj a pedálokat! 91-ben már voltak külföldi reklámok a TV műsorán, pedig a kereskedelmi televízió fogalma azt hiszem 97-ig nem is létezett. Volt az MTV 1 és a kisé lazábbnak pozícionált TV 2 köze nincs a maihoz. Tessék, itt egy kóla reklám 32 évvel ezelőttről. Csúcs ez az érzés! A 93-ban megtudtuk, milyen az, amikor az élet utat tör. Megjelent a mozikban a Jurassic Park. Egy komplett generáció nőtt fel csalódással a szívében, amikor egy vasárnap délutánon megszakították a kacsameséket. Itt az élet hurrikán, mert ez Happer. Persze jó kuk volt a megszakításra, hiszen elhunyt Antal József, Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnöke. Az az Antal József, aki vezetni akarta a legelső hazánkban gyártott autót. A 92. márciusában megnyílt Magyarország első autógyára, az Opel gyár, ahol Astrákat szereltek össze. Sehol nem volt még az Audi vagy a Suzuki gyár, így ez hatalmas lépés volt a magyar gazdaság számára. És az Opel annyira bízott a magyar emberekben meg a szaktudásukban, hogy a gyár teljes több száz fős személyzetéből ilyen 4-5 volt külföldi. Ez még mai szemmel is ritka. 92-ben az első legyártott Opel Astrák induló ára 995 000 forint volt. Tudom, most így nem tűnik soknak, de azért tegyük hozzá,
hozzá, hogy 92-ben a magyar átlagfizetés 15.600 forint. Így egy Opel Astráért, hogyha újat akartál rendelni, 66 hónapig kellett dolgoznod. Azt mondja a bíró! 94-ben hatalmas balhé lett abból, hogy egy tévéreklámban nyelvtaninak helytelen kifejezést használtak. Miért nem tisztítja? Nem csak segít a pályatorkom, hanem zorromat is tisztítsa. Haver! Ez segít, ha fáj a torkod, és az orrodat is tisztítsa. Vic a tempe! Mesdames, messieurs, le disc jockey Zache de retour. Ja, és most jön a totális 90-es évek. Helyeket és neveket mondok, kinek mi ugrik be? Alsóőrs, Dexion. Budapest, Highline. Győr, Jereván. Budapest, Haligali. Fortuna, Naliba vörös vagy már? Képzeld vissza magad az UV-fénybe! A száraz jeges fűtér jellegzetes illatát érzed, ami keveredik a Dinny és Kenzo parfümmel, meg a cigi füsttel. A füledbe dübörög a basszus, hallod a zenét és teljesen átadod magad az éjszakának. 90-es években a diszkókban mindenféle ruhában jártak bulizni az emberek. A diszkóban gyakran láttál bársonyinges alakokat, de volt, aki színes zakóba járt bulizni alatta fekete garbóval, menőviselet volt a Levi's 501-es farmer, sőt a Veszkó csizma is. Az évtized közepére megérkezett a világ megváltó Windows 95, és hozta magával a képernyővédőjét. Egészen 99-ig ment még a Szomszédok, amely a rendszerváltás utáni panelban lakó kisember mindennapjairól hivatott mesélni. Úgy jó üzlete vagy nem? Azt nem tudom, de biztos működik, különben nem működik. Azon gondolkozt az elejétől kezdve, hogy hogy fogom én ezt befejezni. Gratulálok. Jó. Én ma már ennyivel is beérem. Hát bédös Istenem! Holnap majd éjjárom körülbe a házat, aztán ha sikerül, akkor elzavarjuk. Jó messzire! Mi szólsz? Amiben a színész zseni Kulka János a nagy fehér mágehány doktor szerepében ugrált ki és be ilyen lengyel gyártmányú Niza mentőautóból. Amit azért nem mindenki szeretett. Azzal a régi szar, lengyel Nizával azzal a... Ez az eleve betegnek való, hát, hogy akinek még nem dőlt el, hogy megdöglött vagy nem döglött meg, tudod? Gyorsan beteszek és így viszik a kórházig. És amely járműveket 1991 után a mentőszolgálat Toyota Hiace-ekre cserélt. Amiket a 90-es években egy sorozatban meg lehetett csinálni, annak a feléért a mai politikailag korrekt világban 10 milliós bírság járna. Mint mondtam, én nem fogadok el akármit. Nem úgy, mint maga a büfében. Cipő túl nagy rám. Úszni tudnék benne. Ez megmagyarázza, minek az úszógumi a derekán. Elnézést kérek, nem? Hé! Hey, zavarom én magát a bányában, mikor hozza föl a szenet? Pándi, el szeretnék búcsúzni magától, mivel nyugdíjba megyek 20 év szolgál... Búcsúzom én is, mert bár téma ugyan volna még... Táska, telefon! Lengyel piac, susogós melegítő, két kazettás magnó, Friderikus só, vickis rabló, téli fagyi. De nem lehet 30 perces videót csinálni. Írd meg! Tetszett a 90-es évek agymenése? Legyen második rész! Szállj el, kismada, nézd meg, hogy merre jár. Egyébet nem tudok mondani. Kérem, kapcsolj!